Ma van az önkéntesség világnapja, és ezt akarjuk megünnepelni. Azért vagyunk itt a Hősök tere kezdeményezés önkénteseivel és azokkal, akik még ma velünk akartak tartani, mert egy kihívásra hívtuk őket ma estére. Tulajdonképpen ez egy kampány zárása. Október közepén azt mondtuk, hogy szeretnénk elindítani egy 30 napos Hősök tere kihívást, arra kértünk vállalkozó szelleműeket, hogy minden nap tegyenek meg valami gesztust másokért. Ez nem biztos, hogy segítség. Lehet, hogy csak annyi, hogy valakinek megdicsérem a sapkáját, szólok hozzá egy kedves szót, elkezdek vele beszélgetni, mert mondjuk vadidegen, lehetőleg olyan emberrel, akivel sosem, vagy akiről azt gondolom, hogy biztos nem szólna hozzám. Mindezt, hogy tegyük meg azért, mert közönösek vagyunk. 10-ből 8 ember ma Magyarországon azt gondolja, hogy segítőkész. Miközben 10-ből 8-an, több mint 8-an mégsem teszünk adott helyzetben semmit. Ez azt is jelenti, hogy így gondoljuk, de nem úgy csináljuk, ahogy kellene. És mi éppen ezen akarunk változtatni, azon a közönyön, ami úgy körbevesz minket, azért, mert sokan vagyunk gyakran egy helyzetben vagy helyen. Ennek az az egyik legjobb módja, hogy apró lépésekkel kezdjünk el valamit tenni másokért. Például gesztusokat, ezért vagyunk ma itt. 3, 2, 1, most! Mindenkinek jöjjön egy védő a gyalma. Jövőtől félni sok embert gátol. Hős vagy áldozat, éli magától. Létezik erő, példaérték. Lépten nyomon a bátor. Gyerünk nézzél, ahol nem halt ki még a jó indulatot. Esély van arra, hogy jól indulhat. Benned is rejtőzik. Valahol egy hős próbás, ki te vagy a felelős. Benned és ott lakik egy hős. Lépten nyomon a bátor, nézzél.